Csernyászki Norberttel beszélgetek a 2-0-ra megnyert Újpest mérkőzés után, amelyben, mármint abban, hogy ugye nullára hoztuk le ezt a meccset, igazi nagy szereped volt, hiszen fogtál egy 11-est. Mennyire múlt ez a védésed a szerencsén, vagy sem? Ha, érdekes, ezért egy nem mindennapi poszt a kapusposzt, úgy gondolom. Most csütörtök óta ugye fókuszba kerültem, eddig hál' Isten a pozitív dolgok miatt, most effektív fókuszban, mert nem rajtam verték el a meccset, de most már jöttek olyan visszhangok, ugye, hogy most válogatottba megyek el, etc. Ugye tipikus magyar szokás. Ott nem volt szerencsém három gólba, én nem mondom, hogy potyagólok voltak, így utólag nagyon jól jöttem ki, azt veszem, hogy egy meccsen belül történt ez a három szerencsétlen mozdulat. És 11-est megfogni, éreztem, hogy Petinek olyan bizonytalannak látszott, hogy letette a labdát, hogy neki futott, azt éreztem, hogy belerúg egyet a labdába, az lesz, ami lesz, hál' Isten bejött. De azért mondom szerencse, hát persze szerencse, tehát de jó kapusnak van szerencséje most igazából, és pont számoltam, 40 nap alatt 10 tétmeccset játszottam, tehát ez várható volt, hogy előbb-utóbb lesz sajnos egy gyengébb meccsem. Én nagyon sajnálom, hogy ez a skóciai mérkőzés volt, de nem dőltem a kardomba. Hál' Isten, és a csapat is ez mutatja igazából, hogy micsoda igazi nagybetűs csapat vagyunk. Csupa küzdő sportember a szó legnemesebb értelmében, mert nem a szánk jár, hanem igyekszünk tettekkel bizonyítani. Úgyhogy ez igazából ez az eredmény magáért beszél. Kifogtad a szelet a vitorlámból, mert pont ez lett volna a következő igazából. Azért éreztem, hogy mennyire volt ez a szerencse és a tudásod, hiszen te is említetted ezt a csütörtöki Hearts FC elleni mérkőzést, és hát én azt gondolom, hogy azért ez egy elég nagy mentális erőt mutat, ahogy azután a meccs után te így tudtál a mai napon védeni. Egyébként magáról az egész mérkőzésről mit gondolsz? Nyugodt voltam, kicsit tompának éreztem a társaságot, de ugyanakkor annyira rutinos, meg egységes ez a brigád tényleg, hogy itt ha kisebb hiba van, nagyobb hiba van, nem harapja le az egyik a másik fejét, biztatja. Amikor már 2-3 olyan hiba van, akkor tudjuk jól azért, akkor oda kell egy kicsit szólni a másiknak, hogy összekapja magát. Nem, azt éreztem, hogy nem kapunk ki igazából. Tehát ez meg, hogy telt múlt az idő, ez a mi magunkra hajtotta a vizet, tehát pont az volt, azt beszéltük mérkőzés, hogy legyen ez minél tovább 0-0, 85. percben is tudunk gólt rúgni. Lásd a második ugye utána lett, de tényleg, ahogy telt múlt az idő, a közönség is ugye ellenök fordult, fiatal csapat révén tuti volt, hogy folyamatosan rossz döntéseket fognak hozni, és annyira meg vagyunk már rutinosak, meg egységesek, hogy az ilyen meccseket a magunk javára fordítsuk. Jó lesz ez az egy hét pihenés, azt gondolom. Ez most nagyon kell. Ugye most olyan 3 nap a válogatottnál, de ez úgy gondolom, ez egy kicsit másabb lesz. Tehát újabb impulzusok érnek, szintén egy jó közösség van ott is kialakulóban, úgyhogy, de ez nagyon nem bánom, hogy most hétközben nem lesz mérkőzés, úgyhogy ez most nagyon kell ez a hét, mind nekem, meg a csapatnak is, úgy gondolom. Jó, én is köszönöm. Köszönöm.